Na üdvözletem mindenkinek, Timi, és már is itt vagyunk a következő Need for Speed Most Wanted végigjátszásban, talán már 19. vagy 20. részén, már nem tudom pontosan követni a dolgot, és itt jön a mi kis ellenfelünk, Baron, akinek az autója egyébként kiváló lenne. Vele fogunk most megvívni egy sprinten, 2 perc 30-en volt a legjobb ideje, tehát ez egy elég gyors verseny lehetne. És ugye már ezután még egy váltós verseny lenne, csak azt meg elég hamar meg lehet csinálni, ezért gondoltam úgy az előző részben. Egyből veszem is ezt föl, és ez már a negyedik vagy ötödik videó, amit egymás után veszek föl, szóval ráadásul Need for Speedbe, és utána még GTA-t is kell felvennem, úgyhogy meg szombaton az egész nap a vízésre áldozom, itt lesz jövő hétre bőven videó. És egyébként szerintem nálam is mostanság úgy lesz majd, hogy hétvégente nem nagyon lesznek videók, de hétköznap felveszem ugye ezeket az epizódokat, lehet, hogy egy-kettő lesz hétvégén is, de ezeket úgy veszem fel általában, hogy majd jövő hétre felveszem, ez kb. Szerda, hogy csütörtök péntek fele lesz, nem tudom pontosan. A lényeg, hogy most összpontosítsunk a versenyre. Itt bejövünk balra. Na itt lehet is rövidíteni egyből. Oké, csak ebből is remélem jól jövünk ki. Most kellene ám felállni és rohadt gyorsan menni, de ez ugye most ezért nem mindegy, hogy itt levágod vagy meg minden, mert itt nagy előnyt szerzel, viszont bár jóval nagyobb tempóban tud követni téged. Hát remélem összejön a verseny elsőre. Eddig nem nagyon nehezíti amúgy meg a dolgomat Baron. Keményebb fickónak hittem. Nem tudom, ilyen versenyben jó az a Lexus. Nem is biztos, hogy eladom, de le lesz cserélve. Akkor ez lesz lehet, hogy a rendőrség elleni autóm, vagy én nem tudom. De versenyautóra mindenképpen Baron kocsiját akarom. Vagy ha nem sikerülne megnyerni, akkor ugye veszek egy új autót, teljesen újat. És föltuningoljuk fúdosra. Az még ebben részben lesz egyébként. Nehogy már itt roncsom el, PLS, hát nagyon kellett nyomálnom, hogy Baron eddig nem nehezíti meg a dolgomat. Újra vezetek, jó van. Nagyon kevés van hátra, úgyhogy most kussolok. És nem lett meg végül. Gyerekek, 90%-nál rontottam el. Én is tudok valamit. És még mindig versenyben volt, nem hiszem el. De hát mivel Baron is középpályán jött el, és még mindig meg lehet így is. Azt akartam mondani, hogy mivel ő is és én is itt jöttünk el, nem tudom mi lesz, de... és így is megvan. Hát gyerekek, király vagyok, hogy ekkora hagy hátrány még a végére visszahoztam. Hát Baront tényleg többre néztem. Hál' Isten, sikerült. Oké, és már csak egy gyorsulást kell megcsinálnunk. Ugye ez a kéziváltós. Hát ez nem a legjobban megy, de mivel ezek tényleg rövid pályák, úgyhogy megcsináljuk. Gyerünk, eddig nagyon jól állunk, gyerekek. Eddig kitűnően állunk. És nem valami sok van hátra. Gyerünk. Megvan. 25 másodperc volt, vagy annyi se talán. 12.000 készpénz és itt a versenyadatai. Megnyertük. Baron lepippant vagy, gyerekek, is. Hát eddig néhány perces videó volt, ez csak könnyedén lealáztuk ezt a ficsúrt. És bízunk benne, hogy megvan az autója. Az első. És a harmadik. És a rohadt életbe. A rohadt életbe. Megyünk, veszünk egy Porsche-t, gyerekek. Fekete lista, Pearl.
legyen-e még James, vagy Hamas, nektek tetszik. Maradjunk angolos, mint hogy James. Mitsubishi-ja is jó lenne, na végre sikerült kimondani. Mia, legjobb 10. Hé, a top 10-ben vagy. Fogalmam sincs, hogyan süllyedhetett idáig elkerülni. Mindegy, csak itt tovább. Na mindegy, pont itt vagyunk az autókárnél. Na, jó. Nézzük, mi a kínálat. Ugye most már hátulról kell nézni, mert már nem olyan nagyon-nagyon sok autó. Van, és akkor szerintem egy Porsche-t vegyünk? Vagy egy Monaro? Akár egy Cordobát? Megpróbáljunk egy Cordobát, gyerekek. Elég jó kis autónak tűnik amúgy így kinézetre. Föltuningolnánk. De a Porsche tűnik ezek közül a legjobbnak, úgyhogy egy Porsche-t veszünk, 60 ezer. Elviszem, köszönöm szépen, és akkor le is festetjük, mert minden. Az új autóm. Tényleg nagyon kabaré, ugye semmi nincsen benne. Visszük tuningolni, hát sajnos nem tudtuk megnyerni Baronét, de hát így meg akkor megvesszük. Azért jó, hogy eddig sikerült nagyon sok pénzt gyűjteni, tényleg. Jó ez a Porsche, nem rossz, nem rossz. Színét azt természetesen megváltoztatom, szerintem ugyanolyan lesz, mint az előző. Kinézete, az nagyon tetszett. Na hát akkor igen, az első most az alkatrészek, kaszni. Ez jó lesz, 5000-ért. Légterelő. Na, ez tetszik. Ez a Rocker 5, vagy pedig ez a Ripper. A Banshee sem rossz, de legyen ez a Ripper. Felni. König. Ez elég kabaré. Racing. Hát felni, az nem valami jók vannak. Roya. Jó lesz ez, nem érdekel. Oké. Motorház tető. Ez már meg is felel, szerintem jól néz ki. És tető légterelőnek még hozunk rá egy duplát. Az úgy elég jól néz ki szerintem. Ez jó lesz. 14500, oké. Teljesítmény. Várjatok előbb a szín, aztán most majd utána a teljesítmény. Szerintem metal, legyen metal. Egyedi az biztos nem metal, fekete. Ez jó lesz, egy ezresér. És akkor szerintem a pályázat legjobbjai. Ez a Red Blade lesz rajta. Illetve festünk rá egy kis felnit. Hát nekem nagyjából a 23-as a szerencse számom, illetve a 11-es. De akkor hagyjuk az izé szám nem kell rá, viszont ilyen. Ja, jöhet rá végül is. Miért ne? Ez jó lesz. Ez a kék tetszik. Nem is drága, igazából kijöttünk az egészből, 2600-ból tehát. És akkor most jön a talán a legfontosabb része, a teljesítmény tuning. Motorból még csak a Pro-t tudjuk föltenni, a Super Pro-ra, egészen a fekete is a 7. helyéig kell várni. Váltóból is csak az alapot tudjuk még rátenni. Hú, már nem biztos, hogy kijövünk pénzügye, úgyhogy lehet, hogy már el kell adni az ilyest. Itt is, hát itt a Super Pro-t tesszük rá.
Nitro az még nincsen benne, jöhet a Super Pro, kegyetlen az a fekete lista a hatodik helyénél lesz. Super Pro a gumik is, fék, Pro és Turbo, az is Super Pro. És bele sem fér gyerekek, mert már mínuszba lennénk, akkor mit szedjünk ki mondjuk belőle. 9000 valamennyi múlik, úgyhogy szerintem a gumi meg a fék az kimarad egyelőre. Úgy mondom, hogy töröl. Így ki tudom fizetni. Viszont így az ISM-et eladom, most már több mint valószínű. Még így is, hát igazából csak végsebességben meg úttartásban jobb az ISM, de hát erre meg még nem tudtam föltenni maximumra a tuningot. Szerintem akkor 13.500, ezt meg 30-ért tudnám eladni, de eladom most az IS-300-asomat. Nagyon sokat költöttem rá. A karrier folytatása természetesen is, ezt a két dolgot még rátesszük. Come on. Jó lesz ez. Mondom, azokra meg ugye nyertem így a riválosoktól ilyen hátsó fejlesztést. Már nem úgy kell félreérteni, hanem tudjátok, hogy úgy hátul lehetett fejleszteni. Tehát, na ezt is érthetően mondtam. Tehát volt ilyen, hogy olyanokat lehetett rá tenni fejlesztéseket, amit így simában nem. Tehát a másik azért volt valamivel jobb. Szerintem jobb lesz ez, könnyebben irányíthatónak tűnik amúgy, meg kisebb autó is. Talán. És akkor jó lesz. Tuningoljuk majd mindig. És akkor a következő ellenfelünk őr lesz. Neki majd 5 versenyt kéne megnyerni ugyanúgy, mint eddig. És mennyi vérdíjat kell hozzá elérni? 790 000. Na, ezek jó versenyek is lesznek itt. Jól van, lesz ilyen váltós is. Ez könnyű. Érve mérföldkőni, éltől az üldözést tegyél tönkre. 12 rendőrkocsit érje, 30 000 vérdíjat. Menekülje legfeljebb 3 percet, gyorsan majd el kell menekülni, az lesz az első. És a trafik ugye. Na, ez lett volna a Need for Speed Most Wanted végigjátszása. Én Imi voltam, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá a tetszik gombra és iratkozz fel a csatornámra. Most már benne vagyunk a fekete listában, a top 10-ben. Legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!